Mi pongo pega. Mi pongo pega. Amiről most fogok beszélni, vagyis amit most fogok bemutatni nektek, arról alapvetően nincs szüksége egy szerelőműhelyben, azonban mégis azt hiszem, hogy egy olyan fontos szerszám, ami elengedhetetlen tartozik akár egy háztartásnak, egy műhelynek, vagy tényleg egy bármilyen olyan közösségnek, ahol valamilyen alkotó munka folyik, fogalmazzunk így. Nagyon sok ilyen készülék található piacon, most én egy alsó kategóriát szeretnék bemutatni nektek, úgyhogy fogadjátok szeretettel. A Parkside-nak egy akus csavaros behajtóját. Bontsuk is ki, és nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Egyetlen egy érdekességre hívnám fel a figyelmet a kötelező műszaki adatokon kívül, ami a csomagolásra, vagyis hát a karton dobozra van nyomtatva. Mégpedig arra, hogy a géphez pótakkumulátor kapható, és arra forintra pontosan rajta van az ára, hogy a doboznak a dizájnja igazából az összes Parkside termékéje. Kihajtva láthatjuk, hogy mi van a dobozban. Tetejébe a kezelési útmutató részletes leírással több nyelven, szerintem ez nekünk nem fog kelleni. Kivehetjük a gyors töltőjét, 1 órás töltési időt biztosítanak a készülékhez, tehát egy teljesen lemerült aksit 1 óra alatt tölt vissza. Illetve a gépet vehetjük még kezünkbe, amihez ugye gyárilag rajta van az aksi. Ez egy ilyen kapcsolat gyors csatlakozással kapcsolódik. Első benyomása, tök jó kis súlya van, egyáltalán nem egy ilyen gagyi játékgépnek néz ki. 20 voltos készülékekről beszélünk, ugye most jön be a 20 voltos termékcsalád a Lidl-nél. Ugye ezek az aksik csereszabatosak minden készüléken, mint a legtöbb ilyen gépparkban. A gépnek a dizájnja egy kicsit futurisztikusra sikerült szerintem, ugye a zöld és a fekete dominál, mint minden ilyen Parkside készüléken. Igazából tök jó anyafelhasználás, tök jó fogása van. Még itt, ami egy nagyon jó dolog, az, hogy itt az ajándék bithegyet, amit kapunk hozzá, bitfejet, azt egy ilyen mágneses tartó fogja, ami egy teljesen biztosan tartja, és ez egy tök jó, mert tényleg nem a szánkba, a zsebünkbe, itt-ott kell tartani. A gépről még annyit mondanék el, hogy ugye 2 fokozatú, tetején lehet állítani, átkapcsolni, ugye a beállított nyomatékát, mint minden másikon, ugye a tekerő segítségével állíthatjuk be. 25 fokozatba állítható, illetve van ugye a legnagyobb nyomaték ugye a fúró funkcióra állítva. A gépnek az alján van egy felfüggesztő, amivel nadrágra, övre, szerelő mellére, bármire fel lehet rakni. Ezáltal ugye kényelmesen használható, hogyha nem is kell, ugye nem kell lerakni a portba, majd utána keresni, hanem csak felakasztjuk az oldalunkra, és bármikor kézbe lehet fogni. Tehát ezt a gyári bitfejet, amit adtak hozzá, ezt bele is fognám a gépbe. Meghúzva, illetve hogy kézzel rásegítünk. Igazából első benyomásra nekem tök jó. Ahhoz képest, hogy mennyibe került. Ja igen, erről megosztanék egy sztorit. Ezt a készüléket elég jutányos áron egy úgynevezett Black Friday-nak az alkalmával sikerült beszereznem. Ez úgy nézett ki, hogy ugye ez Amerikában divat, Magyarországon még annyira nem, de ugye mint kint is, ez itthon is a birkáknak az ünnepe, úgymond. Én is birka vagyok. Oda mentem, nyitás előtt 20 perccel, na már mikor én odaértem, akkor volt egy 5 méteres sor, mire kint ott az üzlet, addigra mögöttem körülbelül egy 30 méteres sor állt a Lidl-be, és mindenki ilyen, egy hobbi, egy bármikor megvásárolható gépet akart magának venni, és az emberek tényleg, hát nem azt mondom, hogy raklapszámra, de elég sokat vettek belőle egyszerre, ebből volt is kis balhé fórumon, mint olvasgattam utána, és nekem se sikerült volna ilyen eszközt vennem, vagyis hát egy ilyen kézi fúrót, hogyha egy hölgy nem többet vásárolt volna belőle,
mint amennyit szeretett volna, és így a kasszánál átadta, hogy ő ezt már nem tudja megvenni, hogyha kell nekem, akkor fizessem ki, és boldog lehetek vele. Természetesen elfogadtam, hogy csak nem üres kézzel megyek már akkor haza. Ha már ott vártam egy fél órát. Első benyomásra tök jó a gép, 20 voltos, a fokozat kapcsoló is tök jól működik, azonnali megállítás van rajta, úgyhogy nem tudjuk túlhúzni. Még itt annyira hívnám fel a figyelmet, hogy itt a kis ledecske csak akkor világít, hogyha nyomjuk a gombot. Nem úgy, mint sok más terméknél, hogy ugye utána még 1-2 másodpercig ott marad, vagy hogyha megnyomjuk, utána még égve marad. Egyes fokozatban, ami ugye a legkisebb fordulatszámot adja a gépen, de a legnagyobb nyomatékot, kézzel nem tudjuk megfullasztani, teljesen erős, az érezni, hogy 20 voltos a gép. Én igazából nem is szeretném tovább húzni a szót, szerintem próbáljuk ki. Addig úgy sem tudok igazi véleményt mondani. A dizájnja engem megfogott. Összegzésről annyit tudok elmondani a készülékről, illetve a kisgépről. Engem meggyőzött, megmondom őszintén. Amire mi fogjuk használni, arra ez tökéletesen elég. Hogyha valaki nem reggeltől estig gipszkartonozni akar, szerintem semmi szüksége egy komolyabb gépre. Teljesen meggyőző a gép. Itt még egy dologra lettem figyelmes, nem túl sok ilyen gép volt a kezemben eddig, hogy az aksin van kis státusz LED, nagyon aranyos. Meg tudod nézni, hogy mennyire van feltöltve. Arra a munkára, amire egy átlag embernek kell, igazából nem kell több százezres, illetve még 50 000-es ilyen csavarbehajtó sem, mert hogyha normálisan használja, ez is nagyon sokáig ki fogja tartani mellette. A tokmánya az tök jó feszes, igazából nem lógott egyáltalán, rosszat nem tudnék hirtelen elmondani róla, pedig általában szoktam tudni az ilyenektől. A kialakítása, közben rájöttem, hogy mellett ilyen futurisztikus a dizájn, ugye ez ilyen gomírozott bevonattal van, hogyha a gépet letesszük, vagy lejtjük, valamit kezdünk vele, ami nem túl rendeltetésszerű, akkor ugye ezek a kis fekete kiálló részek azért vannak, hogy megvédjék magát a géptestet, és ugye ezek elvezetik a rezgéseket, akár ütődés során is. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy a legközelebb lesz ilyen akcióban, még teljes áron is nem kell ehhez akciósnak lennie, nyugodtan vegye meg ezt a csavarbehajtót, tényleg jó. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, a következő szerszámtesztben találkozunk. Sziasztok! Hanem van rajta gyárilag kialakítva egy nyilván.